A Tiszta Forrás népdalkör 2 évtizeddel ezelőtt népdalokat kedvelő asszonyok és lányok jóvoltából alakult. A cél az volt, hogy a magyar népdalkincset ápolják, megszerettessék és továbbadják. A rendezvényen jelen volt az alapító, az évek során számos díjjal kitüntetett Szabó Jolán is. Tevékenysége során fontos volt a családi háttér. Kezdetén a Csallóközkürti népdalkört vezettem 45 évig. Tehát azt hiszem, hogy azért egy kicsikét valamit letettem a névjegyemet ott is. Aztán volt az Udvarnók, volt a Várkony, rengeteg falu. Ez minden, ami szólhat még és évtizedekig, évszázadokig szóljon, nehogy abba hagyja valaki. Mert amíg él a népdal, addig vannak követői. A népdalkör 7-szer nyerte el az aranyfokozatot a kórusok és népzenei együttesek tanácsa által kiírt versenyeken. Emellett az aranypávadíj 7-szeres és az aranypávanaddíj 5-szörös birtokosa. Molnár Erzsébet a kezdetektől fogva a Tiszta Forrás tagja. Imádom a népdalokat. Nekem az egész családom, a zenén nőtt fel, az édesapám, az édesanyám, az összes családtagom mind nagyon szépen tudnak énekelni, és amikor a gyerekeim kirepültek, nagyobbak lettek, akkor eldöntöttem, hogy ezt fogom választani hobbinak. Világot is láttunk, és sikereket arattunk, az főleg úgy földobta a népdalkört, hogy mindenhol a legjobb minősítést kaptuk. Ezt Jolikának köszönhetjük, mert nagyon jól kezelte a csoportot, gyönyörű csokrokat talált ki nekünk, úgymond, és persze a jó hangú társaknak, mert az fontos hozzá. Az egyik vendégfellépő, a Nyárasdi Sarlóci Tera zenekar tavaly szintén jubileumot ünnepelt, hiszen 50 éves lett. A két kulturális csoportot sok közös emlék, fellépés köti össze. Úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen emlékezetes mérföldkövet meg kell ünnepelni, és nyilvánvalóvá kell tenni, hogy igen, itt vagyunk, ennyi éve működünk, meg kell tisztelni azokat az embereket, akik ezt csinálják szívvel, lélekkel, hisz saját szabad idejüket, saját energiájukat fektetik abba bele, hogy a magyarságot ápolják, a magyar népzenét, a magyar népdalt továbbadják, továbbvigyék. Ez éltet bennünket, ez visz tovább, és ezen munkálódunk a Tiszta Forrással együtt.